A hétvégén az NB3 Alföld csoportjának listavezetője a Békés Csaba látogatott Bajára, és két bajai szempontból szerencsétlennek mondható találatnak köszönhetően el is vitték mind a három bajnoki pontot. Gratulálok a győzelemhez. Tipikus egygólos rangadó volt ez a mai? Úgy beszéltük mi is mérkőzés előtt, hogy egygólos mérkőzést várunk itt. És reméltük, hogy mi fogjuk rúgni. Így biztosok voltunk benne, hogy meg fogjuk nyerni a mérkőzést. 3-4 alapembered is hiányzott ma sérülés, illetve egyéb okok miatt. Mennyire nehezítette ez meg a munkádat? Ez nagyon megnehezített a dolgunkat, mert pont azok az emberek hiányoztak. A Pozsár Gabi, aki már 24 gólnál tart, a Bernát Peti, robosztus csatárunk, aki rugdosta eddig a gólokat, megsérült. Pont akik előre tudnak játszani, azok hiányoztak. A legfontosabb emberek. Szerintem az első fél időben mi jobbak voltunk, talán a másikban egy picit elfáradtunk, úgy érzem. A helyzeteink megvoltak, sajnos nálunk kimaradt. Utána jött két ilyen szerencsétlen gól, ami érzésem szerint elkerülhető lett volna, de hát ez van, ez a futball szépsége sajnos. Az első fél idő végén álltál be már ugye kényszerű cseréket hajtott végre a Goretti edzőpáros. Hogy érezted, mennyire bontotta ez meg úgymond a csapatot, hogy két embert is elveszítettünk és ideje korán kellett cserélni? Szerintem nem bontotta meg a csapatot. Szerintem hát én jó magam meg a László Miki beállása, szerintem be tudtunk illeszkedni, fel tudtuk venni a ritmus, ha bár kevés időnk volt a melegítésre, de úgy érzem, hogy attól függetlenül mindenki megtett mindent a győzelem érdekében, ami sajnos nem jött mai napon össze. 5 pontra nőtt a Békés Csaba előnye a tabella élén. Eldőlt a bajnokság? Én a mérkőzés előtt úgy fogalmaztam, ha nem fogunk kikapni, akkor eldőlt. Mert akkor ugyanúgy megmaradt volna 2, én úgy gondolom, hogy a mi csapatunk nem sokat fog már hibázni. Hát én bizakodó vagyok. Nagyon remélem, hogy fog azért botlani a Békés Csaba is. Én bízok benne, hogy még bármi előfordult, messze van még a bajnokság vége. Lehet, hogy eldőlt, lehet, hogy nem dőlt el, van hátra még ugye 8 mérkőzést, csináljuk, megyünk tovább, csak ugye most a fiúkat kell lelkileg főrázni, azt mondom, fizikálisan ez a csapat fel van készítve. Köszönöm a sok szurkolónak, aki mellénk állt, igazi hangulatot csináltak, mint a bajai, mint a Békés Csabai szurkolók. Hál' Istennek rendbontás nem történt. Nincs igazság mindig a sportban, vagy a labdarúgásban, mert azt mondom, hogy 2 gól nem volt a csapat között, inkább egy igazságos döntetlen lett volna a valós eredmény. Gólra játsszák sajnos.